Szia, bocsánat, lehet egy kérdésem? Jó napot, elnézést, lehet egy rövid kérdésem? Szia, ne haragudj, válaszolnám egy kérdésem? Szia, ne haragudj, lehet egy kérdésem? Nem kérni szeretnék semmit. Jó napot, lehet egy rövid kérdésem? Látszik, hogy most még mindenhol szép zöld a fű, frissek a fák. Kicsit megnőnek, akkor szerintem még jobban fog kinézni. De hangulatos, hangulatos. Tudod képzelni, milyen 15 négyzetméteres lakás van le? Egy 15 négyzetméteres lakása mit tudna kezdeni? Vagy kinek lenne jó egy ekkora lakás? Szerintem egy fiatal embernek, aki egyedül van, vagy egy egyetemistának. Egy 15 négyzetméteres lakással szerinted mit lehetne kezdeni, illetve kinek lenne jó egy ekkora ingatlan? Szerintem egy diáknak, aki aludné meg, kaján jár haza. Sziasztok! De gyorsan ide értetek. Hát mondtam, hogy nagyon közel van. Most nagyon nagy vállalást teszek, ugyanis ilyen kis lakás, amit most meg fogok nektek mutatni, még nem volt. És ez egy nagy kihívás, hogy a kollégáim folyamatosan azzal panaszkodnak, hogy egy kislakásból vagy egy felújítandó lakásból mit lehet felvenni, mit lehet megmutatni, az nem érdekes, arra nem kíváncsiak az emberek. Úgyhogy most arra teszek kísérletet, hogy érdekessé tegyek egy ilyen kis alapterületi lakást. És hogy miért indultunk innen a Millenárisról? Azért, mert ezt most adták át, és nagyon közel van az ingatlanhoz, és meg is fogjuk mutatni, mennyire közel van, tehát ez néhány perc séta. Gyönyörű a park, én teljesen el vagyok állulva, hogy milyen szépet hoztak itt létre. Én azt gondolom, hogy aki ezt az ingatlan megvásárolja, gyakran fog ide kijárni. Tényleg nagyon jó a levegő, igényes a környezet, és egyébként nem mellesleg itt van mellettünk ugye a Mamut is. Tehát könnyű a bevásárlás, van mozi, itt lehet szórakozni, bevásárolni, mindent. Ugye az ingatlan az a Retek utcában van, egy régi polgári épületnek a földszintjén. Nagyon csendes, ugyanis udvarra néz, cserébe viszont nem lesz túl világos, ezt előre elmondom. És az ingatlan mindössze 15 négyzetméter és 3 helységből áll. Próbáld elképzelni a fejedben, nem tudom, hogy most ahol laksz az mekkora, lehet, hogy éppen a szobád ekkora, vagy még nagyobb is, de egyébként nagyon praktikusan alakították ki. 3 évvel ezelőtt volt felújítva az ingatlan, egy ilyen átlagos minőségi felújítást képzeljetek el, de majd mindjárt meg is fogom mutatni. Szóval gyakorlatilag arra vár, hogy valaki megvásárolja, beköltözzön és használja. Milyen célra lehet jó? Szerintem kérdezzük meg Tamás, az utca emberét, hogy mit gondolnak róla, hogy mit lehet 15 négyzetméterrel kezdeni, mert én is kíváncsi vagyok rá. És arra fogjuk kiegyezni a videót, hogy megmutassuk, hogy igazuk van-e, vagy nincs, vagy tehát, hogy tényleg azt meg lehet-e valósítani, vagy nem. Na, keressünk is valakit, hogy ki az, aki esetleg válaszolna egy pár kérdésre. Akkor az lenne a kérdés, hogy egy 15 négyzetméteres lakással mit lehetne csinálni, illetve hogy kinek lenne jó egy ekkora lakás? Hát egy nagyon fiatalnak esetleg, aki most kezdi életét, egy diáknak, vagy még el tudom kezdeni egy nagyon idős embernek, hogy ugye nem kell akkora teret bejárnia. Ezt tudom, de akkor egy nagyon jól felújított lakástként tudom elképzelni. Hát, vagy inkább még raktár. Mert nagyon jó helyen van, mert jó a közlekedés. Őt nem zavarja annyira az, hogy itt azért van forgalom. A piac az nem biztos, hogy vonza, de egy nagy lehetőség. De azt gondolom, 15 négyzetméterre el lehet kezdeni lakni. Egy jó hely ez itt a Félretek utca, Dékán utca sarka. Közben elmentünk a Lövőház utca mellett, amely egy sétáló utca.
két oldalt végig üzlethelyek, vannak ilyen kiülős helyek, tehát ilyen kis éttermek, lehet menüzni, barátokkal összejöveteleket tartani. Nagyon sokan pont ez miatt szeretik, meg van egy gyönyörű szép szökőkút is, az, ami most sajnos nem megy, mert hát ugye most már lassan ősz van, és hát ilyenkor már azért nem kapcsolják be. Illetve itt van mellettünk a vásárcsarnok, hogyha valaki szereti a termelői zöldségeket, gyümölcsöket, bogyókat, akkor itt meg tudja őket vásárolni, meg nagyon minőségi húst, meg tojást. Én nagyon figyelek a táplálkozásra, szerintem amit eszel, azzá leszel, úgyhogy te is majd figyelj erre oda. Úgyhogy ezek nem elhanyagolandó szempontok, illetve ami ennek a lakásnak a legnagyobb előnye, hogy hihetetlen központi helyen van, tehát itt van egyből ugye a metró megálló, a 2-es metró, a 4-es, 6-os villamos, gyakorlatilag tényleg egy perc van még annyi se, tehát most, hogyha Tamás majd ott a zebránál megfordítja a kamerát, akkor látni fogjátok gyakorlatilag az út túloldalán. Úgyhogy ez az ingatlan annak lesz jó, aki hát nem sok időt szeretne egy ingatlanban tölteni, hanem csak valahol szeretne aludni, mert egyébként mondjuk rengeteget dolgozik, és nem otthon van. Vagy esetleg meg lehet, tényleg most jutott eszem, meg lehet csinálni home office-nak is, tehát nem lakni, hanem ez kifejezetten irodának. Na és akkor oda fogunk menni ebbe a szép zöld házba. Mindössze 9 lakás, tehát kis, barátságos, szimpatikus lakóközösség. És akkor nézzük is meg, hogy miről van szó. Na hát itt vagyunk a házban, megérkeztünk. Mint látjátok, ilyen régi Budapest hangulatú épületben vagyunk. Valakinek ez persze vagy nagyon tetszik, vagy nagyon nem. Tehát az mindenképp jó, hogyha van valamilyen hangulat az épületnek, hiszen akkor oda jó megérkezni. Mint hallhattátok, az utca embere azt gondolja, hogy ez a lakás. Ugye akiket megkérdeztünk, azok nem látták ezt az ingatlant, csak annyi információt kaptak, hogy 15 négyzetméteres, meg hogy ugye ebben a házban van. És mindenki egybehangzóan azt mondta, hogy fiataloknak lenne jó. Hát alapvetően én is azt gondolom, hiszen ez egy nagyon-nagyon maximum kétszemélyes lakás, főleg fiataloknak, induló lakásnak tudom elképzelni. Illetve befektetésnek, hiszen annyira jó központi helyen vagyunk, hogy ezt rendkívül egyszerűen és gyorsan ki lehet adni ezt az ingatlant. Szóval, hogyha van egy icipici kicsi pénzed, 20 millió körül Budapesten szeretnél vásárolni nagyon központi helyen, és nem akarsz felújítással bajlódni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás lehet. Ugye ez a vaskapu, ez itt a pince lejáró, ugye a pince van közvetlenül a lakás alatt, illetve egy nagyon érdekes a bejárat, hogyha megnézitek, ugyanis itt ez egy közös terület, hiszen itt van mellettünk az üzlethelyiségnek a hátsó bejárat, ami nincs használat alatt, tehát nem fog itt senki közlekedni, viszont ezt az ajtót ez miatt ugye nem lehet lezárni, de így mégis van egy ilyen kis előterünk. És akkor innen fog indulni a lakás, mint látjátok, ez egy új ajtó, kicserélték, be van vasolva, úgyhogy nagyon biztonságos, több ponton záródó, és ugye az előszoba az egybe van magával a konyhával is. Összesen 3 helységünk van, ugye az előszoba, ami egyben konyha, van egy fürdőszobánk, és ugye a fürdő értelemszerűen egyben van a WC-vel, zuhanyzós, ugye az a helytakarékosság miatt az nagyon fontos, illetve egyetlen szobánk van, egyébként ezt a falat ki lehetne, én azt gondolom, venni, bár talán részben ez alá támasztja a galériát, azért is alacsonyabb, itt egy picit a belmagasság, mert fölöttünk galéria van. Hozzáteszem, hogy a konyha fölötti galéria rész az igazából tárolásra alkalmasak, de majd most mindjárt föl is megyünk és meg is mutatom. Ugye ez maga a szoba, tehát itt mondjuk egy franciágy az elfér, egy tévé, egy kicsike kis kanapé, és gyakorlatilag ennyiesleg egy asztal. Most egyébként nagyon kis praktikus, lehajtható asztalunk van, hogy helyet spóroljunk, tehát az ilyen ötletes, praktikus megoldások nagyon fontosak ezeknél a kis alapterületű lakásoknál. Egy szép nagy ablakunk van, hát azért látszódik, hogy nem annyira világos a lakás, hiszen udvari és földszinti, úgyhogy ez nem azoknak lesz jó, akik egy napfényben úszó lakást szeretnének, de viszont ha csendre, nyugalomra vágyik valaki úgy, hogy kilép az ajtón és gyakorlatilag ott a busz megálló, ott a metró megálló, ott a villamos megálló, ott a piac, ott a sétáló utca, minden,
akkor azoknak viszont ez egy tökéletes választás. Ugye a fűtés az konvektoros, ez már egy újabb konvektor, ehhez sem kell hozzányúlni, az összes cső vezeték a lakásban ki van cserélve. Én azt gondolom, hogy nem volt szerencsés egyébként ez a sötétbarna választás, illetve ez a krémszínű fal, tehát minél kisebb alapterületű valami, annál inkább a fehér, vagy a fehérnek az árnyalata, a jókutyán az nagyobbá, tágasabbá teszi ugye a térélményt, ez egy kicsit így összenyomja. Szóval most nem tudom, a videón mennyire fog látszani, de még kisebbnek érződik a lakás, mint amilyen valójában. Már persze 15 négyzetméter, az 15 négyzetméter. És akkor menjünk is föl. Ugye alapvetően ez nem álló galériásra fekvő, tehát 370 a belmagasság. Én azt gondolom, hogy az ágyat, az mindenképp itt fölül lenne érdemes kialakítani, ugye a heltakarékosság véget, és akkor lent pedig ugye étkező és nappali, és akkor itt pedig ebben a helyiségben kis fogas van, még egy kis ablaka is van, ugye a... Hát ez lett volna az ingatlan bemutató. Majd nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok, sikerült-e izgalmassá és érdekessé tenni egy 15 négyzetméteres ingatlannak a bemutatóját, ami ráadásul nem is túl világos, tehát ebből kifolyólag a felvételkészítés is jóval nehezebb hozzá. Az utcaemberét is megkérdeztük, hogy szerintek kinek lehet jó egy 15 négyzetméteres lakás, és egyértelműen azt mondták, hogy fiataloknak, úgyhogy ha érzed magad, hogy szeretnél Budapesten egy kis lakást vásárolni központi helyen, ahol minden könnyen és egyszerűen elérhető, vagy esetleg a gyereknek szeretnél valami kis elvonulós helyet, vagy home office szeretnél, tehát nem szeretsz otthonról dolgozni, és valóban szeretnél elvonulni, akkor az erre tökéletes lehet, hogy várjuk a jelentkezésedet, és találkozunk a következő ingatlan bemutatóban. Természetesen ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy a következő videókról is kapjatok értesítést, valamint lájkoljátok is, hogy minél több emberhez eljuthasson. Mit lehet kihozni a 15 négyzetméteres lakásból? Véleményed szerint? Én azt gondolom, hogy a praktikusan elrendezett terekkel elég sok minden ki lehet hozni egy ekkora kis lakásból. Például egy galéria is nagy segítség lehet ez esetben. Az ingatlanos válaszol.